Ladies and gentlemen, üdvözlök mindenkit a Bölcsészkubban, szervusztok! Szervusztok, hölgyeim és uraim! Hát hol... Ó, hol a nudli kamera? Hol a nudli kamera? Hol van? Hát milyen, milyen dolog ez? Milyen dolog ez, Milyen megkapjuk a nudli kamerát? Ott a nudli kamera! Ajajaj, eszem a szívedet! Még mindig sufni nyomjuk, de szeretjük a sufni Gyerekek, én, én, el kell, hogy mondjam nektek, hogy Nudli az nem egy nagyon intelligens de ennyire azért nem sötét. Ha ha ha! Felvilágosítottuk a Nudlit az élet nagy dolgairól. Mi a helyzet? Srácok, üdvözlök mindenkit a Bölcsész Ez itt egy újabb stream, Tele csodával, mágiával, álmokkal, örömökkel, rengeteg csalódással és unalmas trélerekkel. Hogy vagytok ezen a csodálatos héten? Röviden a mi történt a héten, rengeteg kontent jött ki mások csatornáján. Ki jött a második része a fókuszcsoportos kollabnak, kurva jó lett, az is nézzétek meg, illetve Julinak, Julinak, Hey Julie csatornáján is volt egy beszélgetés arról, hogy számomra mi a legmeghatározóbb film, illetve sorozat. Ezt még nem linkeltem ki sehova, mert nem tudtam végignézni, de holnap végignézem, és azt is látjátok. Úgyhogy ott is szerepeltem. Uh, ne, Nessai Bifjét nem nézem meg, mert az AFK-val akarom együtt kirakni. Az valószínűleg, sőt nem, az muszáj, hogy holnap legyen kész, mert már gyakorlatilag kész van az utolsó epizódja a tengeri telneknek. Kurva jó lett szerintem, úgyhogy nagyon várom, hogyha az jön holnap, és utána megyünk tovább hírügynökségre. Megyünk tovább hírügynökségre, srácok, és ez, erről fogunk most beszélni, mert ez kemény. Egyrészt megvan írva a a Flash, az nekem nagyon tetszik, de nagyon agyaltam rajta, hogy a Flash mellé párosítsak egy jó Taylor Swift koncertkritikát, koncertfilmkritikát. Most ezt megbeszéltem Fókuszcsoportos Ádámmal, úgyhogy ő is valószínűleg szerepelni fogok benne, és tök jó lesz, és akkor ez így együtt egy ilyen videó párost alkotnak. És akkor gondolkoztam rajta a sánc... Oké. Okay. Flash az egy ilyen általános Hollywood áttekintő lesz, a Taylor Swift az egy jövőbe tekintős dolog lesz, meg egy ilyen poénos videó. Lehet, hogy az elej, előtte kéne valami releváns, valami épp most kijöttet átbeszélni. Hát bazd meg, a Taylor Swift koncertfilmjel lenyomta Scorsese-nek az új filmjét. Leny többet, többen többet, ember nézte meg Taylor Swiftet, mint Martin Scorsese legendás rendezőnek a legújabb fantasztikus minőségű filmjét. Én ezért nem foglak titeket megdobálni, azt néztek, amit akartok. Én változatlanul örülök, hogy egyáltalán Martin Scorsese leszi még aktív, és még ilyen komolyan veszi a filmgyártást, úgyhogy én most nem fogok ezért károgni, de az kétségtelen, hogyha valakit esetleg érdekel, hogy miért nem a Killers of the Flower Moon-nal foglalkozok először, azért, mert kevesebb embert érdekel, mint a fucking Taylor Swift koncertfilm. Shocking! Shocking revelation! Engem egyáltalán nem lett meg. Igazából engem se, ezért mondom. Nagyon szempontból sokink, hogy nehéz vele találkozni. De a Taylor Swift az most nagyon nagy sztár, úgyhogy whatever. Gucci köszönöm szépen a 100 bites sírt, megnéztem a Pirész gyereket, hát tudnék rá dolgokat mondani, abszolút kurva gáz, aki nem tudja, miről beszélünk. Fókusz csoport csatornára föl! Mr. B15! Mr. MB! MB! Köszönöm szépen az 5 hónapos subscription-t! Nagyon kedves vagy, hogy köszönjük szépen a támogatást! Minden támogatásotok megy arra, hogy csodálatos feltöltött videókat kapjatok, amiket meg TikTokokat, amiket Vibe csinált meg. TikTokra is kell posztolnom, Jézus már. Hát mennyi posztolás van, annyi kontent van. Gyerekek, hazajöttem Dublinból, ezért nem volt pénteken stream, mert aznap jöttem haza. Nagyon jó AFK-t forgattam, és nagyon jól tudtam dolgozni a Flash kritikán, úgyhogy egy nagyon-nagyon élménydús, jó sztori volt. A heineken karöltve csináltam egyébként, és most csak egy ilyen rövid spoiler, de készüljetek föl erre az információra, mert ezt senki, senki nem lesz hajlandó elfogadni. Készültek föl Are you ready? Én ugye alkoholmentes sört iszom, és Dublinban lehet kapni csapolt alkoholmentes heineken Kurva jó, bazd meg. Kurva jó. Ezért nem fizetnek, hogy ezt mondjam. Ez teljesen őszintén, saját szívemből jön ez az információ. Kaja kurva jó. Megítem három korsóval, közben danonáztunk egy ír kocsmába, egy pillanatra nem hiányzott az élmény, hogy belegyek baszva. Ez a helyzet. Ez a helyzet. És láttam Instagramon is, hogy már az emberek patognak, hogy Ja, Írországban jó zennek lenni, Jézus már. Nem azt mondom, hogy nem jó minőségi alkoholokat inni Írországba. Azt mondom, hogy mentesen utazni Írországban, meglepően kevés, meg, meglepően uh, hasonló élmény. Nagyon kevés, nagyon kevés élményt veszel az, hogy az ember nem iszik alkoholt. És erre én nem voltam felkészülve, de hát így van. Üdítőnek tökéletes amúgy az, a, a, az alkoholmentes sör, akár még az íreknél is. Ennyi. Én múltkor itt jó kis cseh kézműves alkoholmentes sört, életem legjobb sörre volt kb. Ennyi, ennyi, ennyi. Az a helyzet, ez jó. És nyilván, tehát nézzétek, ez, ez egy nagyon érdekes dolog ez az alkoholmentesség, mert a következőképpen, következőképpen ö, kommunikálnak róla azok, akik nem isznak alkoholt. Az egyik oldala az, akik baszatú unalmasak, akik megpróbálják meggyőzni a világot, és azon keresztül saját magukat, hogy ez így rendben van, és mindenkinek elmondják, hogy ők nem isznak, és hogy ez mennyire jó, és ez mennyire király, és ez nem, tehát mint egy hitérítő módjára tolatják az emberek arcába, hogy nem isznak alkoholt. Ez kurva fárasztó, és ezzel senkit nem győzöl meg. Ez igazából arról szól, hogy te magad akarod valahogy visszahallani a világtól, hogy nem maradsz ki semmiből. De, kimaradsz az alkoholizálásból, ezzel jobba kell lenni. A második fajta alkohol. Ö, mentes életet élő ember, pedig csak úgy éli az életét, és azt unja kurvára, én is ebbe a kategóriába tartozom, hogy mindenki folyamatosan lóg a fülén, hogy tényleg, egy korsóval se? Hát nem hiszlek el, hát komolyan, és nem hisz se? Biztos, de biztos, na így egy kicsit. És azért nem iszol, mert egy őrjöngő alkoholista vagy? Veszélyes vagy? Ja, nem. Jó, oké, és a másik az, hogy miért nem szereted jól érezni magad? Tehát, hogy neked ez így nem passzol, ez a boldogság, ugye? Ezért nem szól értem. Mert, hogy őszinte legyek veled, alkoholmentes barátom, tehát szerintem nem csak, hogy az gáz, amit csinálsz, de egy felfoghatatlan, cirkuszi, torzsó különlegesség ez a döntés tőled. Ezt azért mondom, drága alkoholmentes barátom, mert én személy szerint felnőtt fucking ember módjára még mindig a jellememnek egy jelentős szegmensét azzal definiálom, hogy iszok. Fucking why? En, vannak emberek, akik nem, 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 bírják gimnáziumba hagyni ezt az, az, tulajdonságot, hogy be vagyok baszva, az egy, az, egy, az egy, jellemelem. Szóval ez, ez az egész unalmas. Ezen túl viszont nagyon jól éreztem magam a Tírországban, és az alkoholmentes csapolt helynekent, hogyha megtaláljátok valahol, mert nagyon nehéz találni, ezt abszolút tudom javasolni. It's pretty cool. Nálam csak simán el, elfogadják, fogadják, hogy nem akarunk inni. E, ez, ez, lehet, hogy fiúk nem máshogy működik. Én alkoholmentes sört sem iszom, mert unblock nem iszom alkoholt. Az, az, egy, az egy legitim döntés. Alright, srácok, viszont tudjátok, hogy mi legitim döntés még? Belekezdeni a film here streambe. Let's fucking get it. Let's fucking get it. Megbeszéltük, ugye, hogy a box office-nál Taylor Swift Arat, el fogok menni megnézni jövő hét elején valamikor, nagyon kíváncsi vagyok, tudjátok rólam, hogy én nem élvezem annyira a zenét, ugyanakkor meg teljesen nyitott vagyok arra, hogy meggyőzzön arról, hogy ez egy fantasztikus dolog. Rengeteget tanultunk itt streamen Vikitől a Taylor Swiftről, ezt alkalmazni fogom az esetleges kritikámban de az biztos, hogy kifogom bor... Tök mindegy, mit mondok erről a filmről, és Taylor swift úgy általában. A Taylor Swift rajongók kifognak borulni, és ez remek, mert ez pörgeti az algoritmust. Megyünk tovább. Ez akkora hiszti, mint most a Halloween utó utáló magyar idegbetegeké minden évben előjönnek, hogy senki se érezze jó magát. Jaj, de jó, Halloween kapcsán, Halloween kapcsán én egyre több helyen érzem azt, hogy az emberek nagyon bele tudnak állni dolgokba, nagyon, tehát hosszú ideig, és küldetés tudattal állnak bele olyan konfliktusokba, amiknek semmi, semmi társadalom változtató hatása nincs. És nem kell átmennünk a gender ideológiákra, meg politikáról beszélnünk, elég előhúzni a, halovint. halloween -t. Mi a faszom történik, hogyha emberek élvezik a halovint, és felöltöznek ruhába, és akár cukorkát is kérnek? Mi történik? Mi, 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 milyen sebb nyílik a társadalom oldalán? Milyen, 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 milyen katasztrófa van azzal, hogy valaki ünnepli a Halloween-t? Hogyha valaki ezen elkezd dumálni, Magyarországon minden szentek van, minden szentek baszott unalmas, a Halloween pedig poén. Ez a helyzet. Azért implementáltuk, hogyha minden szentek nem lenne baszott unalmas, akkor nem implementáltuk volna a külföldről jött szokást. De éreztünk egy hiányt az életünkben. Szeretjük volna össze is jól érezni magunkat, és nem csak aktívan szomorkodni heteken keresztül, és ezért azt mondtuk, hogy ez a Halloween jó hangzik, csináljuk mi is. Ennyi történt. Hogyha valaki ebbe többet gondol, hogy most összeomlanak a társadalom építő kockái, és, 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 és a keresztény kultúra kidöglik Magyarországról, az egyszerűen rossz oldalról fogja meg a, 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 a létértékelést. Van farsang, nem? A farsang van, de a farsang se az, amiről a Halloween szól. És egyébként a farsang rossz időben van. Mikor van a farsang? Mikor van a farsang? Kélek szépen. Nézzétek, az dobja ki egy Mardi Gras. Ami egy New Orleansban egy ünnep. Oké. Okay. Oké, okay. lehetséges, hogy ez ugyanaz, mint a Mardi Gras. De érdekes, ez ugyanaz, mint a Mardi Gras. Day before Ash Wednesday. Aha. Hamvazó szerda előtt. nap. Tehát farsan ked, Február közepe. Szóval ez, 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 ez szar időpont, egy szar az egy időpont ö, erre a fajta ünneplésre. Nem jó, nem jó pozícionáltak. Mardigra az nem inkább a busójáráshoz hasonlít? De techniká, Franc francia tudja ezek között, már nem tudok el... Elnavigálni. De nem baj, nem is kell. A lényeg a következő, hogyha valaki, tehát, hogy, hogy én azt javaslom, hogyha boldogabbak akartok lenni ebben az életben, akkor csökkentsétek felére a konfliktusokat, amiket a lelketekre vesztek. Ez nagyon egyszerű. Nagyon-nagyon egyszerű. Egyszerűen csak bizonyos dolgokban, amik ne, neked nem érintik személyesen az életedet, azt mondod, hogy jó, vagy é, nem tetszik, és mozduljatok tovább. Ezt, ezt üzenem mindenkinek, aki a Halloween ellen papol, már nem tudom mióta. Mi a, engedjétek el. Eng, tényleg érdemes el engedni. Sziasztok, ez annyira téves a Halloween, a minden szentek előestéje. Vagy hol van? Itt van. Ez annyira téves a Halloween, a, az minden szentek előestéje, ráadásul két különböző nap. Ez very true, ez very true, ez very true. Ez very true. Idén természetesen én is megyek a temetőbe, mint mindig szoktam, most nem család, de most egyedül megyek. Meg lehet mindent ünnepelni, amit akarunk. Ez az idő, amikor fucking hatkor sötét van, ez arra való, hogy mindent megünnepeljük, amit csak lehet. Folyamatosan ünnepelni kell, mert amúgy nyomorúságos az élet itt a kontinentális időzónában. Vagy ilyen. Igen. Úgyhogy. Ja. Na, ennyit erről. Úgyhogy én megünneplem Taylor swift is, újabb, új, egy, 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 újabb milliárdos, aki még több milliárdot kapott. Hát hú, az egy, az egy, az a videóban azt nem fogom, nem, szerintem az, az, tehát ezzel fogok foglalkozni, de annyira furcsa. Lefagytam? Nem. Működök? Igen. Szóval, hogy annyira, annyira furcsa, amikor emberek milliárdosoknak szurkolnak. Az egy annyira, annyira, annyira furcsa dolog, igen. Most nem, de én, én, már itt vagyok. Frissítsetek az oldalom. Így van. Mátyás, köszönöm szépen a Prime Subscription-t, és üdvözlünk a Bölcsész Klubban, Mátyás. Nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoztál. Nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoztál. Az én bitrétem állandó, úgyhogy a Twitch szarakszik. Igen. Igen, 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 igen. A Twitch szarkodott, mert ahogy nézem, nekem konzisztens a bitrétem, viszont jelzi, hogy valami baj van a fogadásnál, úgyhogy... A Twitch azt mondta, hogy Gergő, ezek a vélemények túlzások. A minden szentek a sokkal jobb, mint a Halloween, úgyhogy kussoljál. Rendben, Twitch, akkor megyünk tovább egy sokkal egyértelműbb témára. Emily Blunt, legendás színésznő, ö, problémába került, mert előástak, előástak, egy régi videót, amin valakit hatalmasnak hív. És bocsátott kért. Sajnálom, hogy a fájdal... elnézést kérek a fájdalomért, amit akart, ö, okoztam. Bőven voltam elég idős ahhoz, hogy ennél jobban viselkedjek, mondta a sztár. Miután valakit hatalmasnak hívott. Na most, gyerekek, tudjátok, hogy én expert vagyok body shamingben, nézzük meg ezt a videót, Nézzük meg! Hoppá! Előkerestem, mert itt van egy komment, az 1.25-nél van, azt hiszem. Már is kell sem. Itt, itt van, igen, igen, 1.27. Készen álltok? Egy történetet mesél a hölgy.

Bucks. I ordered a starter one and it was like four mini burgers, and they were yeah. as big as proper burgers. Yeah, so szóval arról beszélek, hogy éppen kiszolgálják egy étteremben, és a kiszolgálják a kisasszonyt, az nagy volt, nagy darab volt. Well, the girl who was serving me was enormous. You know, I think she got freebie meals at Chili's. Nothing wrong with that. akkor lefordítom, hogyha nem, annak, aki nem valamiért a halksága miatt nem hallja a videót, pedig maximum van tekerve a hangerő, nekem ki is akadnak a potik. Szóval annyit mondott Emily Blunt, hogy hogy arról beszélgetnek, hogy hatalmas burgereket esznek, és az Emily Blunt azt mondja, hogy hát, és a csaj, aki felszolgálta, az is hatalmas volt, úgyhogy biztos kapott ingyen burgereket. Ez, ez a nagy, ez a nagy katasztrófa, ez a nagy pánik, ez a nagy elkeseredés. Emily Blunt egy kiszolgáló csajt, kövérnek hívott, nem is kövérnek, hanem hatalmasnak. Gyerekek. ez azért fontos, mert egy testépítőt is lehet hatalmasnak hívni. És az egész más. Ee, na most. Jó ízű-e ez a megnyilvánulás? Jó indulatú-e? Nem. Annak ellenére, hogy nevet nem mondott, így nem tudjuk lekeresni, hogy ki ez a nő. Valaki, valakiről utólag is azt mondani, hogy hát ő hatalmas volt. Ez nem, nem egy kellemes megnyilvánulás. Ahogy láthatjátok, a host se reagál rá túlságosan. Jól. <laughs> nem, nem egy kedves beszólás. Nem baj. <laughs> nem baj. A body shaming az utolsó bástyája a, a rossz indulatú kommunikációnak a közmédiában, az utolsó bástyája. És ezt én nem feltétlenül ítélem el, hogy egyszerűen nem bántjuk egymást. Ugyanakkor nem tudok elképzelni ennél kevésbé, Sértő dolog. Nem nem tudok egy olyan megnyilvánulást most kitalálni, ami valami rossz indulattal rendelkezik, és ennél kevésbé rossz indulatúbb. Azt mondani valakire, hogy hatalmas, nem a legkedvesebb dolog, senki, ne, senki nem fog belehalni. Ugye? Ó, ó, el elment, Ö, nem, most én akadok, mi a faszom, úha. Hát gyerekek, ez uh, Twitch Twitch szarakszik, mert ez. Én nekem nem akad, én teljesen jó vagyok, Twitch szarakszik, igen, nekem is akad. Gyerekek, a, a platforma van valami. Nem parti van, nem parti van, mert azt tudom, hogy miért van, és ez nem úgy, nem is úgy akad, mint múltkor. Jó, most már jön, mindegy. Val, valami van a Twitch-e. Annyira unatkoznak kint, hogy ilyenekről kell beszélni. Uh, nézd, igen. Úgy néz ki, hogy ennyire unatkoznak. Megint csak nem tudom, tegnap, tegnap beszéltünk erről legózás közben. De azt mindig érz, érdemes észben tartani, hogy ez, ez, ez a legjobb, legjobb kor, amiben az emberiség valaha élt. Nagyon nagy a jólét, nagyon jó nagy a biztonság, nagyon nagy a nyugalom, és úgy általában ráérünk ilyen fasságokról beszélgetni, mint hogy kit hogyan hívnak. Én nem kövéreznék le senkit, se az arcába, se utólag. valaki kövér, akkor az kövér. Tehát azt érdemes észrevenni, hogy azt mondani, tehát ez maximum ez a reakció szerintem egy egészséges kommunikációban annyi, hogy ú, uh, jó beszólt neki, de ezen túl kell de ezen mindenkinek egy másodpercet túl kell lépnie. Ugyanis, ugyanis, és ez a legfontosabb, amit Emily Blunt mondott, az lehet, hogy esetleg nem jó indulatú. Lehet, hogy esetleg annak, aki, aki ezt ö, kiszolgálta őt, annak esetleg sértő, de nem hazudott valószínűleg. <laughs> nem, nem félrevezető, nem álságos, nem csalás. A, ha, a body positivity -ről beszélünk, akkor el kell fogadnunk, hogy vannak kövér emberek. Akik kövérek, akik húsik, akik rengeteg felesleg van, akiket, hogyha meglöksz, gurulnak. Ezt el kell fogadnunk, hogyha body positivity van, akkor nevén kell nevezni a gyereket. Szerintem annál kevésbé nincs, annál, annál, annál jobban semmi sem álságos is ilyen, Ilyen, ilyen komu, mint azt mondani, hogy jaj, de hát ő neki csak izéje van, ő neki csak ilyen, ilyen ó, mi a, hogy mi a, curvy, ilyen ilyen, 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 nem tudok magyarul. Szóval ilyen, ilyen, ha... segítsetek már, mi a curvy? Szóval, ilyen, ilyen megnyerő női vonalai vannak. Felt, beles. Felesleg a sértő. Robert. Robert. Nem. Nem. Az a zsír az azért van, bazd meg a hasadon, meg a combodon, meg a seggeden, mert a szervezetet nem tudja felhasználni, és ezért felesleges. Mi az, hogy sértő Robert? Mi az, hogy sértő azt mondani, hogy felesleg van rajta? Ha a szervezeted nem dolgozza fel, mert nincs rá szüksége, akkor azt úgy nevezzük, hogy felesleg ilyen hülyeséget. Nem! Nem! A body positivity az az, hogy elfogadjuk az összes fajta, féle fajta formát. Nem csak a fucking cingár gyú, gyufalányokat, szórakozz, vagy izé, emeljük pierdesztára, mert azt mondjuk, hogy mindegyik testalkatban meg lehet találni a szépséget, mindegyik testalkat valid. Ez, a, ez szerintem ez jogos, és én ezt abszolút támogatom. Ettől függetlenül nem, nem jó dolog embereknek hazudni azzal kapcsolatban, hogy hogy néznek ki, mit csinálnak. Nem kell az arcukba tólni, nem kell oda menni, hogy kövér! Nem erről van szó. De ha valaki odajön és azt mondja, hogy 120 kilós vagyok, és 170 centi, szerinted mit kéne csinálnom? Azt fogom mondani neki, hogy fogy le a gecibe. Mert egyrészt nem fogsz tudni szaladgálni az unokáid után, másrészt nem fogsz tudni sétálni se az unokáid után, nagyon nehezen fogod megérni az időskort, hogyha ilyen masszívan túlsúlyos vagy. Ugye? A hangerőt sérti a haláspozi Igen, bocsánat, hátrább kellett dőlnöm, csak amikor belendülök, akkor tudjátok, ez nem egy performance, úgyhogy elfelejtem néha, hogy a mikrofonra is kell figyelni. <laughs> Megnyitom a streamet, és az... Cover! De ez tök fontos! Ez tök fontos! Tök fontos! Annyiszor, és én is... Nézzétek, most tessék, nekem nincs hajam. És, és, néha kapok kommentet, hogy jaj, de hát, hogyha ennyire zavar a kopasság, akkor miért nem ültetsz be? Egyrészt szerintem az az az, 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 egyenes jele annak, hogy valaki képtelen megbékélni a saját szervezetével és testével, de bizonyos embereknek könnyűen megoldható, és jól néz ki, fucking do that shit. De és akkor miért a sapkát? Mert jobban néz ki! Mert könnyebb világítani, hogyha nem fucking prizmaként világít a homlokon bele a lencsébe. Azért. Azért. Nem kell erre érzékenynek lenni, kihullott a hajam, bicsett. Annak megvannak a roppant pozitív biológiai okai, amiből én rengeteg előnyt nyertem az életem során. Ez van. De nem kell engem meggyógyulósítani azzal, hogy rejtőzködöm, meg ilyesmi. Az embernek okéba kell lennie a saját visszásságaival, és azt megfelelően kell prezentálnia. Ne kamuzzunk egymásnak! Ne, ne, ne hazudjunk egymásnak, attól senki nem kerül előbbre, hogy áltatjuk egymást. Jaj, te nem is vagy kövér, nem! Hogyha megkérdezed egy hogy kövér, kövére, és az, és te jó, jó fej akarsz lenni, akkor viccelnél. el. De ne hazudj, miért, ha, miért hazudnánk egymásnak? Megint erre mindig azt mondom, mi a férfiaknak a legnagyobb katasztrófája, a, vagy a legnagyobb fájdalma, a, hogyha alacsonyak mert akkor a csajoknak, egy rakás nem tetszenek. És ez mindig azt mondom, hogy bazd meg, én egy rakás alacsony embert ismertem, a két legnagyobb, legnagyobb csajozós haverom, mind a kettő egy fejjel volt alacsonyabb nálam, mind a kettő nagyon hamar rájött, hogy el kell fogadni a magasságát, és megfelelően kell használni a saját előnyére, mind a kettő 40, 40 csajt fűzött egyszerre. Mert ők, mert ők szembenéztek a lényeggel, hogy ez nem kell, hogy definiáljam, de nem akartak hazudni, mert nem vettek fel magas sarkút. Faszom! Ne hazudjunk, ne hazudj! Ne hazudjunk egymásnak. Erre a legjobb példa egyébként a tesom. Ő egy nagyon őszinte ember. Elparaszolom hozzá, most már nem, most már egyébként tök jól lefogytam. De hogy voltam egy kicsit kövére, most már most jönnek az izmok. Um, alig várom. Na mindegy. Szóval, hogy kicsit, nagyon kövér voltam egy, egy fél éve, nem tudom, most, mi a helyzet, Gergő, szomorúnak nézel ki, ja, bassz, kövér vagyok. Nem azt mondta, hogy nem is, jaj, ugyan, ez tök férfi, és azt mondta, hogy ja, el kell kezdeni, bazd meg, nem akarsz visszamenni deszkázni? De Vagy esetleg mi van az étrendeddel? Hogy eszel? Micsoda? Minden nap? Karamellás megfríz. Hát akkor ezen változtatni kell valamit. Ebből tudunk építkezni, ettől tudunk jobb emberek lenni. Nem attól bazd meg, hogy egy ismeretlen nőszemét védünk attól, hogy valaki megállapította sokkal később egy talk show műsorban az igazságot róla. Hagyjatok már. Na jó, megyünk tovább. Eleget örjöntem. De gyerekek, kurvára unom ezt. Tehát a, 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 a nagy tolerancia, az, tehát a tolerancia hullám, ami most megy át a társadalmon, annak rengeteg pozitív hatása van. De Készen kell állnunk a negatív hatásait kritizálni, mint például ez. Ki a faszt érdekel, hogy ő kövérnek hívott egy névtelen nőt, bazd meg a műsorban? Kimaradt a történetből, hogy elnézést, Miss Blunt, látom itt hagyta, de ezt a gyorsít termet még. Igen. <hűzor> <hűzor> teljesen egyetértek olyan üdít hogy való ö ö er erről lehet hallani végre, és nem a PC bullshit megy. Uh, igen, de tartsátok észben, tartsátok észben, hogy a PC bullshit végtelen pozitív hatása volt. Például nem buzizunk, nem cigányozunk, amit, ez fura is, mert az nem, tehát ez, az mit, mit tettük pejoratívvá azt a szót, de lényegten. Szóval hogy egy rakás olyan dolgot nem csinálunk már a társadalmi kommunikációban, ami nettó embereknek ny nyomorba döntötte az életét. Az tök jó. Tehát a PC, a political correctnessnek egy jelentős szegmense, az a hasznunkra vált, és az egy békésebb társadalmat Eredményezett egy rakás része, meg bullshit. Úgyhogy érdemes ezekkel foglalkozni. Na, megyünk tovább, mert ennyit volt érdemes ezzel foglalkozni. Uh, 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 akarunk még örjöngetni? Akarunk még örjöngetni? Gyertek, örjöngünk még! Nightmare Before Christmas prequel is in the works! Emlékszik-e valaki még a Rémálom a Karácsony előttre? Emlékszik-e valaki még erre a filmre? Nem rakom be a YouTube. Tim Burton's Nightmare Before Christmas, ez egy hazugság egyébként, mert nem a Tim Burton rendezte. Az ő rajzaiból készült, és az ő vizuális világát használta, de nem ő rendezte. Based on the characters by Tim Burton, és adaptation a Michael McDowell adaptálta. Rendezte pedig az öreg Henry Selick. Tehát az emberek, akik csinálták ezt, azok Tim Burtonnek a vizuális világából építkeztek, de nem ő rendezte, még ő is írta. Ő karaktereket írt, meg egy, azt hiszem egy mesét, amit filmre már ez a izé a, a McDowell -a adaptálta. Tehát, hogy relatíve kevés köze volt hozzá, ugyanakkor az, ami köze volt hozzá, az nagyon megnyerő és megható. Én nagyon szeretem Tim Burton világát, nagyon kedvelem az olyan rendezőket, akik ennyire markáns rendezői stílusra rendelkeznek. Nagyon-nagyon jó animációs film, nagyon-nagyon lehet szeretni a dalok benne, kurva jók. Ugye általában az egész sztoria szerintem megfelelően morbid, de gyerekeknek is való. Úgyhogy nekem ez alapvetően tetszett. Öh, megint az a kérdésem ezekkel a, ezekkel az előzmény filmekkel kapcsolatban, hogy ilyenkor mindig azt mondja, jó, de ez kikértem, meg kinek kell, nem erről van szó. Nem erről van szó. Szóval az új és eredeti filmeket se kéri senki, nem egyszerűen csak megtörténnek. Nem arról van szó, szóval, hogy ki kérte ezt. Az a kérdés, elfér -e az alapmű mellett egy előzmény történet Elfér. Megfelelően megfelelő-e az alaptörténet arra, hogy tágítsuk, hogy szélesítsük, hogy új történeteket meséljünk el a világából. Abszolút. Megérette egy új generáció arra, hogy kapjon egy ilyen filmet? Abszolút. Én nem látok, én ilyen kérdéseket teszek fel magának mindig, én nem látom, hogy mi probléma legyen, lenne ezzel. De örömmel nyitott vagyok arra, hogy milyen. Nekem a Lejka hiányzik? A a stúdió az nekem is. Szerintem teljes, szerintem én nem látok problémát azzal, hogy ez miért ne szülessen meg. És úgy néz ki, hogy mindenki emlékszik rá. Nagyon örülök, nagyon örülök ez egy érdemes, érdemes megnézni. Én karácsonykor, karácsonyra ajánlanám leginkább, mert ez inkább egy karácsony film, mint egy Halloween film. Függetlenül ettől ennek az ötvözete is nagyon kellemes. Miért ne? Most ké ké következő a lényeg. Nem azon kell hisztériázni, hogy miért csinálnak ilyeneket. mint tudjuk, hogy miért csinálnak ilyeneket. Már lesen vezetem, annyiszor beszéltem róla. Viszont meg kell nézni, hogy milyen tehetségek dolgo dolgoznak rajta. Mennyire jó írók és animátorok. Vajon még mindig stop motion lesz? Nézzük meg, mit tudunk róla. Uh, Harry Selick rendezi ezt is. Remek! 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 Az eredeti film rendezője visszatér. Kész. Ez nekem, ez számomra már egy nagyon-nagyon erős pozitívum. Uh, igen. Ez egy teljesen hasznaveltetlen cikk. Igen, 50 milliót keresett. Nem volt akkor nagy siker eredetileg, de mindenki azóta az ünnepekkor megnézi ezt, úgyhogy elég sikeresnek számít az eredeti film. Uh, a live action remake is allegedly in the works. Micsoda! Micsoda! Egy élő szereplős film ebből! Ez egy kamu poster, ez nem igazi, de egy, ez egy ilyen ötlet. Ennyi innen. Nem, nem akarsz soha, mert utálom ezeket. Hát gyerekek! Live action! Öh. ó, oh, yeah. Jó, egyelőre még nincs bocsánat, bocsánat, kicsit elcsöndesedtem, most próbáltam róla. Keresd de ez még csak is, jó? Oké. Okay. Na, hát, hogy a gyerekek, hogy a élőszereplőnek mennyi értelme van, azt már nem tudom. Jen Ortega Time? Ja. fogunk róla beszélni. Én nem tudom elképzelni ezt a karaktert Jennával. Én nem tudom elképzelni ezt a karaktert Jennával, mert ezt színészkedni kell tudni. Az élő nem, most az élő az viszont már remake, tehát nem egy egy előzményfilm. Az előzményfilmet támogatom. A remake az azért érdekes, mert euh, élő tehát hogy értsétek tisztán, ez a film, ez egy remek film, de nem azért, mert a története annyira gazdag és fordulatos. Azért, mert a vizuális világa, a zenéje, és úgy általában a hangulata nagyon erős volt. Ebben nagyon jelentős szerepet játszott az, hogy ez egy stop motion animációs film. Hogyha kivesszük a stop motion világot, és azt mondjuk, hogy élő szereplőkkel játsszuk el ugyanezt a történetet, nem vagyok benne biztos, hogy az egy jó film lesz. Nagyon rég volt a Nightmare Before Christmas, én felőlem rémékelhetik is, de nem tudom. Nem tudom, hogy működni fog -e ez élő szerepben. mert Zendajával el lehet képzelni? Zendajával el lehet képzelni. Lehet, hogy Patrik, hogy vicceltél, de Zendajával el tudom képzelni. One Piece-ből hát szörnyű. Nem, a One Piece az állítólag nem lett rossz. Én még nem láttam, sajnos. Hm. Avatarról is lesz szó. Igen, jó, van, menjünk tovább, ezt kidumáltuk. Gyerekek, az előzmény filmnek én nagyon örülök. Remake, én nem hiszem el, hogy ez működni fog élő Viszont egy rövid story, amit a borzasztóan élvezek, újra meg újra felhozni, mert ez, most ez a srácoknak szól. Ez a srácoknak szól. Ez a srácoknak szól. A lányok tudják, hogy csajok pontosan vágják, de ez a srácoknak szól. Aki nem volt itt és ö, nem hallotta, amikor beszéltünk róla. Ö, ennek a gremlinnek, akit Jada Pinkett Smithnek hívnak, ö, éppen most jön ki egy könyve a Will Smith-tel közös házasságuk történetéről. Emiatt ez a, ez a fucking gollam fehér ruhában össze-vissza rohangászik. És igen, 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 body shaming, fucking get at me. <laughs> a, nem azért body shamelem, mert nem lehet az ember kopasz vagy alacsony, azért body shamelem, mert a Jada Binkett Smith egy szörnyűséges ember, amennyire megismertük. Szóval, Smeagol járja a televíziós műsorokat, és mindenhol fucking. Promótálja a könyvét, ami egy guztustalan dolog, mert az meg a haldokló házasságúról az utolsó bört lehúzza, már csak ő nyilván, mert ahogy azt elmondta, 2016 óta igazából szeparálva vannak Smith-szel, tehát így szívja ki az utolsó életenergiákat a házasságukból, míg után többször újra meg újra nyilvánosan megalázta de Nem csak az, hogy Will Smith miatt felpofosztott kriszrokot, nem, nem erről van szó. Nem. A, és én ezt nem tudtam, és most nem fogom bemutatni, hogy ne találjátok meg soha, de a G Jada Pinkett Smith posztolt videókat az internetre, ahol kiröhögi a Will smith aki könnyek határán áll, és könyörög neki, hogy állítsa le a felvételt, és ő nem állítja le, csak így kérdezgeti, meg cukkolja, meg ilyesmi. Többször nyilvánosan megalázta ezt az embert, és most könyvet írt ebből, és ezért promotálja, és újra, meg újra, hát gyakorlatilag tényleg me megalázza a férjét, és és vigyorogva meséli, hogy el voltunk vágva, vigyorogva meséli, hogy nekem a tupák volt az én életem szerelme, és a villel csak úgy összejöttünk. Borzasztó. És, és ez, azért mondom, hogy a srácoknak szólt ez a hír, mert Will Smith támogatja Jada Pinkett Smith-nek az új könyvét, és azt mondja, hogy a, egy brutális és csodálatos volt az ő kapcsolatuk és támogatja Jada Pinkett Smith-et. Srácok, srácok, mindig eljön az az idő, nem, igazából ez lányoknak is szól, mindig eljön az az idő, amikor a párodat nem lehet tovább támogatni. Mindig eljön az az idő, amikor a barátodat, a családtagodat, a szeretteidet, bárkit nem lehet többet támogatni, mert úgy viselkednek, ami egyszerűen vállalhatatlan. Ez egy fájdalmas, de néha megjelenő része az életnek amikor már minden szertetetlen túl egyszerűen nem tudod tovább támogatni a hozzád közel embernek a negatív viselkedését. És ilyenkor sok mindent lehet csinálni. Nagyon sok. finomen távolodni, konfrontálódni, segítséget nyújtani, vagy éppen csak azt mondani, hogy lelépni. Teljes mértékben oké. Okay. Sok mindenféleképpen lehet kezelni az ilyen kártékony és fájdalmas kapcsolatoknak a lezárását egyféleképpen nem lehet kezelni, hogy nyilvánosan elkezdett tovább támogatni ezt a fucking vámpírt, aki itt élősködik az életeden. Ne csináljátok ilyet! Ne csináljátok ilyet! Egyértelmű Stockholm szindróma? Abszolút. Abszolút. Kurva ez! És ezt nők is és férfiak is csinálják, azért akartam kiavítani magam. Beszéles, hogy a Will ez elviselj. a elviselje. Smith... Nem, nem tudom, hogy mi van az ő fejében, de nagyon-nagyon nagyon-nagyon lábhoz van láncolva. Nyilvánvalóan a csajok is csinálják ezt, csajok tudjátok, aki jaj, nem azért pofozott föl, mert ő csak felidegesítettem igazából az én hibám. Nem, lelépni. Srácok is ez a, igazából nem hajlandó már engem átölelni nyilvánosan, meg folyamatosan irritált, amikor megjelenek, és mindig csak lehúrrog, és a, mindig csak a barátnőivel akar lenni, és aztán és, és érzelmileg eltávolodik, testileg eltávolodik, de igazából ő azt mondja, hogy szeret, csak még nem vagyok neki elég. Nem. El, lelépni, a, lelépni, kilépni az ajtón, kiugrani az ablakon, lecsúszni a csúzdán. Valahogy elhagyni a területet. Amikor ennyire egyértelmű, és mindenki számára nyilvános, hogy a kapcsolatotok még az érdekszintet is necesen éri meg, akkor tudni kell lelépni. Ezt azért mondom, és ez nem az, hogy tanácsot adjak, hanem érdemes odafigyelni és felismerni azt az állapotot, amikor le kell lépni. Amikor csajod az meg abból él, hogy a, a, a privát információ, privát kapcsolatoknak a privát oldaláról könyvet ír, hogyha már ebből próbál meggazdagodni, akkor eljött az idő, hogy azt mond, hogy ez egy, ez egy bürös ribanc, és kell venni, már bocsánat. Ja. Csúszni Lecsúszni az ereszen, az az. Azaz, magyar ember az ereszt választja, gyerekek, ez teljesen egyértelmű. Egyértelműen az ereszten kell távozni, mint egy igazi, igazi magyar férfi. Na, megyünk tovább. Új hófej... Hofé... Na, ú, na, erre kíváncsi leszek. Gyerekek, hogy erről mi a véleményetek. Új érke, film készül a Disney Vogue remake ellen, de egy tényleg fehér főhős nő nővel ima az első kett csináló IGN Hungary. Én szoktam nektek a cikkeiket bevonni. Én azt mondom, hogy alapvetően néha tök jó dolgokat írtok. Ez kurva kínos, bazd meg. Ahogy próbáljátok próbáltok úgy benyalni, a konzervatív oldalnak, hogy közben mégse köteleződtök el mellette. Vók, tényleg fehér, nem IGN Hungary. Ide, gyere ide, gyere ide. IGN Hungary. Hogyha azt akarod mondani, hogy ezt, a, ennek a cikknek a konzervatívok fognak örülni, és ezért most nekik írunk egy cikket, akkor nincs, nincs macska köröm, akkor bele kell állni, akkor bele kell állni. Akkor ne legyetek kis picsák! Ne óvatoskodjatok! Vók! mint hogyha egy csöndben, csak egy sarokból azt mondják, hogy új hófehérke film készül a remake -je. ellen, ellen egy főhősnővel. Nem! Határozottan! Határozottan! A franc egyen meg titeket. Szóval ez, ez egy csíra, ez egy csíra cikk fejlét, de vagy cikk cím, de nézzük meg, hogy miről beszélünk. Uh, jó, egy rakás lényegtelen dolga vezetik fel, hogy tovább legyünk az oldalukon, itt van. Na most, aki, tegye fel a kezét, aki ismeri ezt a csajt. Tegye fel a kezét, mert ő az én egyik kedvenc uh, internetes tartalomgyártóm, akivel kurvára szinte soha nem értek egyet. Brett Cooper a neve. Úgy néz ki, mint egy másik férfi konzervatív kommunikátor Ben Shapiro. Olyan durván ugyanúgy néznek ki, most megmutatom nektek egyébként. Én ezzel nem tudok kerülni. Brett, uh, Brett Cooper Ben Shapiro. Nézzétek meg! Annyira hol van? Hol van egy összehasonlítás? Nem rossz, nem rossz, de nem. Sokkal jobban hasonlítanak. Rakjátok őket egymás mellé. Nem, itt ez nem... De, fucking... Nézzétek, a nevetésük ugyanolyan. Az orruk ugyanolyan. A plastikai műtétjük ugyanolyan. Brad Cooper nagyon hasonlít Ben a de ez élőben az legdurvább. Nem, tesók, élőben a legdurvább megtapasztalni, én ezt nem bírok lejönni. Na, szóval, a lényeg a következő. És ezt imádom a modern konzervatívba. Ugye, a Brad Cooper az egy Daily Wire nevű konzervatív média konglomerátumnak a alkalmazottja, akik most bejelentették, hogy valami 80 milliárd dollárt, valami felfoghatatlan mennyiségű összeget fognak költeni jobboldali gyerekfilm és gyerek szórakoztatási termékekre. Gyerekműsorok, tévén, gyerekfilmek, stb. Uh, ami oké, okay, teljesen rendben van, nosza rajta. Uh, és nagyon sokat kritizálták a hófehérkét, aki ugye nem fehér. Ami rendben van. De most erre a Daily Wire azt mondta, hogy mi akkor most megcsináljuk a hófehérkét, aki tényleg fehér. És ezt imádom a modern konzervatív gondolkodásban, hogy csak és kizárólag, és nem tudom, ez hogy van magyarul, a virtual signalingig jutnak el, tehát csak odáig jutnak el, ameddig tudják üvölteni a saját véleményüket. Amint ezt alkalmazni kell, vagy egy valós életbeli helyzetre implementálni, arcra esnek. Nézzétek meg ezt a trillert, én ezt már láttam. Nézzétek meg, nézzétek meg. Senki nem ismeri, oké. Okay. Csodás gyermekkort idéző dal. A tale of Time is True. Egy vörös alma. Mi a, hogy, a, hogy a picsába szedi a vörös almát az erdő közepén? Vagy ez egy nagyon elhanyagolt <laughs> farm, csak úgy nem szedték fel az almot, de az almat ugye Józsi bácsinak a farmja szélén van. Gyan gyönyörű képek egyébként. Kicsit úgy nézek ki, mint egy YouTube videó. És itt van hófehérke. Jaj! <laughs> értitek? Értitek, hogy mi a komikus ebbe? Ennél Gecire unalmasabb dolgot. Amint hátranézett és mosolygott elő, rájöttem, hogy mennyire nem érdekel ez. Ha lehetne választani a fucking woke uh, 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 hófehérke, ami egy komplett katasztrófa lesz valószínűleg, és a fehér hófehérke között én biztos, hogy a vókra megyek el, mert ez. Unalmas. A másik kollégám lehet örjöngeni, vagy nevetni, vagy mit tudom én, micsoda, hogyha lehet, hogy még jó is lesz, Franci si tudja. Sok opció van, de hogy ez olyan nettó unalmas, mint egy ázott pászka, az egyszerűen biztos. Egyrészt a sminkest ki kell rugni. Ti nem látjátok, lehet, hogy kicsiben, de olyan durván látszik az alapozó rajta, hogy uh, ott ki kell rugni. Tehát hogy ez egy low budget dolog. De a szélsőség is rossz, akár csak a másik. Érted? 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 A szélsőségek alapvetőleg hazug pozícióból indulnak, és ez megint csak mi ugye tökre jogos kritizálni, hogy az meg miért kellett a hófejek, miért nem lehetett a hófejek fehér, én, én magam se tudtam, hogy, hogy, a könyvbe is bele van írva, hogy a, a, bőrszíne miatt fehér. Bőrszíne miatt fehér, legyen fehér. Nem döglünk bele, hogy a hófejek fehér. Abszolút egyetértek a kritikákkal. Szerintem a hóférker lehetett volna egy fehér csaja. Nem látok benne problémát vagy bármi gondot. Viszont az igazi, a mélyre nyúló igazság, ami Sokkal egyértelműbb az, hogy mi a bőrszín számít, nem számít, mi a rémék, máshogy történt, A mélyre nyúló valós igazság, hogy a hófehérke történet így is, meg így is. Kurva unalmas, és nem akarom megnézni, mert, mert egy nagyon egyszerű és a történet. Szóval, hagyjuk már. És ez, ez, az, amit, ez az, amit a, amikor a politika bele, belecsúszik a szórakoztató iparba, akkor ilyen hibákat vét. Nagyon lelkesen prezentálja a, a saját politikai ideológiáját, viszont a művészeti aspektusát azt nem vizsgálja a dolgoknak. Leszarom, hogy jobb vagy bal a művészetnek, művészetnek kell lennie. Tehát attól jó, nem attól, hogy a baloldali vokkultúrát, vagy a PC-t, vagy a reprezentáció politikát prezentálja. Nem attól jó, hogy az igazi antik értékekhez kapcsolódik vissza, és visszanyúlik a valós igazsághoz, és szembe megy a lipsikkel. Egyikre, egyiktől se lesz jó egy film. Egyiktől se lesz jó. Attól lesz jó egy film, hogy művészeti kvalitásokkal rendelkezik. Úgyhogy... Őszintén gratulálok Brad Coopernek, akit megint csak én nagyon kedvelek, mert kevés dologban értünk egyet, szinte. Nagyon pár dologban, de relatíve kevés dologban értünk egyet. Politikailag nem vallom azt az ideológiát, amit Brad Cooper vall, viszont meg, el kell, hogy mondjam erről a csajról, és most lenyugszom, mert most nem kell kiabálni. El kell mondanom erről a lányról, a nőről, technikailag nem tudom, hogy hány éves nőről, mindegy, így vagy úgy, de egy nő. A lényeg az, hogy nagyon jól kritizálja a baloldali médiát, nagyon eredményesen átgondoltan, és nem fucking habzó szája. És ezért érdemes, tehát egy jó nézni a műsorát, hogyha valaki akar jobboldali kommentát és kritikát. Welcome back to the comment section. I'm Cooper. I have talked about AI a lot I think you guys know my feelings about AI. AI hasn't watched my show. That's Ez a Ez fucking Ben Shapiro. Nagyon durván ugyanúgy néz ki, mint Ben Shapiro. Az, érdem, And it érdemes, just... őt nézni. Érdemes őt nézni. Előre szólok, hogy nagyon konzervatív véleményei vannak. Igen. Ez pasi? Nem. Nézd meg a... Abba hagytam. Nem, nem pasi. Disneynek már semmi köze nincs a művészethez, ez nem igaz. Ez nem igaz. Egy, megint a, 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 legegyszerűbb vélemények irányába mennek el az emberekbe, az meg a Disney egyrészt nem egy konglomerátum, millió művészt alkalmaz. Lehet mondani, hogy bizonyos céges döntései vannak, amik az egész brandre igazak, de ö, rengeteg változatos külön minőségű dolgot hoznak. Egyrészt a Disney csinálta az első tíz év Marvelt. A Disney csinálta a a... Az Andor Ami a legjobban megírt Star Wars termék A franchise történelmében A legjobb, magasan a legjobb Színészi munkában Narratív vezetésben, írásban, mindenben A legjobb A legjobb minőségű, a legművészetű Lehetne még sorolni Bizonyos filmeket, ilyet meg olyat Hogyha kritikával Akarod illetni a Disney-t A rengeteg mód és opció van de azért pc ki a kommentet, és elnézést is kérek érte, nem akarok bántani. De azért pc ki, mert ez egy olyan leegyszerűsítés. Jó, a Disney-t most utáljuk, és minden, amit Disney utálunk. Mi utáljuk azt a 3000 animátort, aki dolgozik, nekik azt a 40 ezer forgatókönyvírót, aki próbál valami pozitívot átolni a, a, céges irányításokon. Tehát ez egy olyan egyszerű és ezért felszínes vélemény, hogy én már egy kicsit unom ezeket hallgatni. Mert ez nem igaz. Nagyon sok, nagyon sok döntés a Disney-től. Nagyon férement, főleg az utóbbi időben, de kollektíve beszélni bármilyen dologról, bármilyen filmről, és azt mondja, jó, ez is Disney, az egy... az egy fajta szakmai vakság. Ellentétben a Warner Brothers, igen, jogos, igazatok van, igazad van, Robert, igazad van, Robert, én is hajlamos vagyok erre a Warner Brothers kapcsán. Ugyanakkor én megadom a Warner brothers a sikereinek a, az értéket, ez igaz. G Disney csinálta a Rogue Wand, a Loki-t, a Zootropolis, a Zootropolis, ja. a Rogue, Rogue jó volt, bazd meg. Lucas csinált a Disney megbízásából. Ja, ja bocs, ja bocs, a, az nem Disney? Akkor az nem Disney? Az nem Disney, hogy a Disney bízta meg és fizette ki? Az nem Disney? Nem akarom védeni a Disney-t. Annyi mindent hülyén csinálnak. Annyi minden. Most nagyon rész vagyunk, jól látod ezt. Jól látod ezt. Nem tudom hogy... Nem akarom védeni a Disney-t, mert szükségtelen ez egy hatalmas cég, aminek rengeteg de külön departmentje van, külön területei, külön tehetségeket alkalmaz, ilyet meg olyan izéket csinál. Nem, 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 nem lehet egybe az egészet megvédeni vagy elítélni. Na, ennyit akartam mondani. Komoly revel reveláció volt ez most. A kutyát se érdekelni, a hófejek, nem lenne vók. Egyébként igen. Kb. olyan ez, mint az emberiség, miután megoldotta a klímaváltozást, és világbéke lenne a világon, akkor is háborúznánk. Just for fun. Nézd, nem, nem, de vissza köszönöm szépen, hogy visszakanyarítod a, a, a storyt. Az a helyzet, hogy tehát, hogy a hóférkével nem az a baj, hogy milyen a bőrszíne a hóférkével, az az igazi nagy baj, hogy a story unalmas. És már, már messze meghaladták a mesék ezt a narratív színvonalat, mint a hófehérke. Gentlemen, köszönöm szépen a 9 hónapot! Woo! Megszületett a gyerekünk, gentlemen, egy gentle baby született meg. Köszönöm szépen. Dizli csinálta a vicsát? Nem! Szerintem menjünk tovább. Uncsi ez a jó, de, de, nem jó, de jó, nem, de nem jó. András, pontosan, pontosan rávilágítottál arra, hogy mi a mi a modern média diskurzusban a legnagyobb probléma, hogyha a, Megpróbálunk a szélsőségek közé pozícionálni egy véleményt. Az nagyon sok ideig tart, és az emberek megunják. Úgyhogy jöjjön a következő hírünk! Megjelentek az avatárnak az első stíljei. Így néznek ki. Srácok, erről komoly véleményem van. Erről határozott véleményem van. Most először megmutatom nektek mindenkit. Ez ugye a nyugati boszorkány, ez egyértelműen Gandalf. Itt láthatjuk ugye Arya Starkot, és itt láthatjuk Jackie Chant. Nem láttam az avatárt, úgyhogy nem tudom, hogy ezek kicsodák. <gül> <gül> De, valaki jogó az biztos fogja tudni, <laughs> hogy ezek jók vagy nem jók. Ja, bocsánat, nem, nem, az az, akkor az András megunja. Nem, nem jó vagy nem jó. Vagy az, igen, igen, tehát csak és kizárólag sarkalatos véleményeket a a hall hallgatok meg ebben a streamben. Különben elunják a nézők, és lekapcsolnak. Volt kritika róla? Igen, volt kritika, de én nem néztem végig. És ajánló volt róla. Éjjel generáltnak tűnnek? Várjuk meg, szeretném, hogy jó legyen. Animációs zseniális. Nem látni az a vatart. van ilyen. Én, én nagyon régen elkezdtem nézni, amikor a filmre készültem, de nem tudtam befejezni. Zuko Herceg kicsit fura, többi elég jó. Az utolsó léghajlító tetszett neked? Az utolsó léghajlító film? A M. Night Shyamalan film? Ez hogy lehet ilyet kérdezni? Nézd meg, Greg, az eredeti sorozatot végig megéri. Tudom, elkezdtem, de na nagyon sok epizódból áll, és... és... Nagyon sokat dolgozom. <laughs> és elfáradok esténként. Aki itt volt, itt volt tegnap a, Lego stream végén az pontosan tudja, nekem estére már kifolyik az agyam a helyéről. Egész nap meetingelek, menedzselek, szervezek, tervezek, foglalok, vágok, írok, animálok, és akkor így, így oda érek ezek 9 órára, amíg megállok. Úgyhogy gyerekek őszintének kell lennem veltek, mostában nagyon kevés filmet és sorozatot nézek. Az utóbbi egy-két hónapban abszolút. Abszolút. Most sokat fogok utazni, ez biztos vagyok benne, hogy fel fog tölteni. Elfáradtam egy kicsit, de most nagyon sokat dolgoztam most az utóbbi időben. Mondjuk meg is lett az eredménye. Meg is lett az eredménye. Ja. Ja. A rajzfilm sorozatot néz, meg nézd meg. Jó, macska, abszolút, abszolút. Be fogom fejezni. Nem, nem tudom, nem emlékszem. Megnézzük, meg. Elmondom a videóban. Szírma, Elmondom a videóban, hogy meddig láttam. Ja, igen. Igen, ez a filmről szól, a sorozatról relatíve keveset beszélek. Nem tudom, hogy meddig láttam, de valószínűleg nem sokáig. Ó, oh, bocsánat, nem látjátok. Elnézést, elnézést. Elnézést, elnézést. Igen. Szóval itt van ez, 7 éve volt ez a videó, és a filmről Kelet, szólt. Szála, szála. Tömik tele. Mind szubjektív lények vagyunk, egy szerethető karak... Dobirólí köszönöm szépen az, az egy hónapos subscription és üdvözlünk a Bölcsész Klubban, my man! Üdvözlünk a Bölcsész Klubban. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Valaki ezt hogy halk a mikrofonom, de nem tudom többet hangosítani. Várjátok, így tudom hangosítani? Így most hangosabb vagyok? Szerintem nem! Nem. Ez a max, egy jel ez nem volt rossz? Várom a folytatást. Ez kurva szar volt ez a film. Úristen katastrofális. <saj> a... Semmit nem változott a humorom 7 év alatt. <laughs> semmit, semmit nem változott a humorom 7 év alatt. És most ez hangos, igen, mert az előző interjúra volt beállítva. Bocsánat, lehúzom egy kicsit. Így, így. E Bátor harcos lány, akit ébredő anyai ösztönei és egy szervű Világba vetett hit. Le. ki lesz olyan bátor, olyan merész, olyan dőre, hogy mond nekem egy jelenetet, amiben ez a srác nem egy palvédőszönyeg? <laughs> Jaj, szírmai. Igen. Ez, egy más, más, ez egy nagyon más stílusú videók voltak a múltban. Sokkal több, sokkal több, próbálok vicces lenni, és sokkal kevesebb tartalmi része volt, de hát ö, ja, akkoriban ez, ez ment igazán. Kis fiatal grek hang. Jaj, ja. a hangod változott, vagy a mikrofon, mind a kettő. Mind a kettő. Meg ugye akkoriban még... Eh, Nagyon erőködve mondtam ki a szavakat, és ezért mindig így jött ki. És a ugrok egy fél oktávot felfelé, és nem hízem el! Itt be van itt szorítva, itt az egész izé. A régi videók felvételekor egy fél kilót fogytam mindig, izé, iszonyatosan le voltam mindig izzadva. Nagyon erőködtem! És akkor azért volt magasabb sorozatról nagyon megnéznék egy kritikát, kevesen vannak ezzel így sajnos, de majd megnézzük, hogyha kijön az, az élő szereplős, akkor, akkor lehetséges, addigra biztos meg fogom nézni, és ezek a karakterek lesznek. Úgyhogy mindenki örülhet. Szerintem el, elég, jól néz ki. Annyira hihetetlenek. Alright, következő hír. Ö, nincs következő hírünk. Eltett az első óra, úgyhogy át is tudunk menni rögtön a trélerek nézésére srácok készen álltok. Micsoda tartalmas ez a film hírszín. Mennyi mindenről beszél. Sorozatról van egy nagyon jó kritika kint, Overanalyzing Avatar néven YouTube-ban, minden egyes részből külön-külön, akár több 10 percben. Ó, oké. Okay. Sorozatkritika, kritika, please, rendben. Van YouTube-ban egy csatorna, aki minden részét kianalizálja, igen, ezt idéztük fel az előbb Shepard által, Shepherd Shepard. nem szeretek kritikákat nézni, miért látom az alkotást. Ezzel sokan vannak így. Úgy értem, hogy akkor szeretek nézni kritikákat, hogyha biztosan biztos vagyok benne, hogy soha büdös életben nem fogom megnézni. Szervusz, Shepard. Na, most keltem fel, és a, ö, Hallottam, hogy Greg üvöltözik. Hát igen. Én a más világról is üvölteni fogok felétek. Srácok, jöjjenek a trélek, Az első kijött egy új... Napóleon tréler. Négy napja, Sori által. Nézzük meg! Bocsánat. Elnézést kérek mindenki nagyon bulizik streamen, vagy mi a streamem, Úgyhogy kikapcsolom. General. We are discovered. Ez miért ekkora? Ez mi történt? Mi történt itt? Azt mondja, hogy subtitles in English. Options, font size. Why 400? stay a complete that Good. Wait! Nice! It's a trap! Retreat! I'm not built like other men. Gathered in them. Oh! Ozene! Ozene Shatter! Those in power only see me as a. a Star Wars Zimaker Fung Besson in Amshokara. Unfit for higher office. Just like witches at Black Masses. But I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar. Evil minds and plot destruction. If you look down, you'll see a surprise. Once you see it, you will always want it. Sorcerer of I must warn you. I will not lead a second in command. I will win by fire. I am destined for greatness. I found the crown of France in the gutter. And place it atop my own head. As she's where the oh God, you, you are nothing without me. Say it. Yoin! We will all sleep again without this vermin. Yoin nah! Whose country are we in? Joi oi ai aie aie aius. Mine. Jai ne, oi. Ai oi. Ai, a dialogus kurvas sar! Ouuuuu <laughs> a dialogus kurvasar! Gyerekek, elmondom, hogy mi van? Ez nagyon-nagyon jól megvágott trailer. Nagyon-nagyon hangulatos zenére ne engedjétek, hogy félrevezessen az zene. Ridley Scott az képes, képes nagyon jó filmek gyártására, és nagyon-nagyon unalmas filmeket is képes csinálni. Itt, itt ugyanez a veszély áll fönn. A kérdés a következő. Színészi alakítás jónak tűnik, az animáció nagyon rossz. Nagyon rossz minőségűek a hátterek. Nagyon-nagyon kínosan egy, nem tudom, hogy nagyítsatok fel, és akkor könnyedén látjátok. Most én is felnagyítom magam, de látjátok, látjátok ti. Hogyha a, hogy HD-ban nézitek, ez kriminális minőségű uh, animált háttér, de semmi a csata jelenethez képest. Nagyon-nagyon durván látszik a, az animált uh, modellmozgatás. Szóval ez, ez ez egy egyértelműen kamu uh, látkép. Uh, ami agasztani kezdett, alapvetően kettő dolog miatt uh, kezdtem el félni ettől a filme, uh, uh, filmtől. Az egyik a dialógusok minősége, a másik az animáció minősége. Nem szabad elfelejteni, ez nem számítógépes játék, ez film. A filmben sokkal fontosabb az animáció minősége, mint a számítógépes játékban. Uh, szóval, hogy ez az egyik része, a másik pedig vala, valamit, ez egy megérzés, ez egy kritikai megérzés, de nagyon a szegmenseket vágtak ki a, 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 a dialógusokból, és ez elkezdett aggasztani, hogy nagyon epik, nagyon epik, ugye a trile is azt akarja veled elhitetni, hogy ez végig egy kaland, és izgalmas, de... de de a kérdés, hogy milyen dialógusok támasztják ezt alá, amik megadják az alapvetőleg a súlyát és a hangulatát. Tomi Kám, köszönöm szépen a 7 hónapos subscription-t! Nagyon kedves vagy, hogy ennyi ideje támogatod a műsort. Köszi szépen! Gadgált a folytatás híréhez mit szólsz? Kell ez nekünk? Megint csak. Uh, Sunamun ugye, amikor kell ez nekünk, akkor nem azt kell fel... De senki nem kér semmit ezen a világon direktíva, hanem, hanem kap opciókat, és akkor eltönteti magát. Szóval ez egy, szerintem ez egy ilyen nagyon furcsa kérdés, ez a kell ez nekünk, mert, mert hála isnek a társadalom nem annyira egységes, hogy hogy ezt el lehessen dönteni. A kérdés inkább az nem az, hogy kell-e nekünk, hanem megint csak, hogy mennyi helye van a Kanonban, a, a, az adott franchise-ban, és úgy általában a kultúrában. Az első Gladiátor Geci régen volt, én ezért a megújítását abszolút tudom pártolni. A Gladiátor története nem lett elmesélve a filmben teljes mértékben, így abszolút tudom. Ö, úgy értem, hogy az a, az a storyline abszolút nem lett befejezve, elmesélve teljes értékében. Abszolút tudom látni, hogy hova lehet hozzáfűzni még történeteket, tehát. Elég régen volt ahhoz, hogy egy új generációnak is elmeséljük a történet maga ad helyet és pozíciót arra, hogy új történetet meséljünk el ebben a világban. Hogyha a megfelelő tehetségek és specifikusan írók csatlakoznak a projekthez, én abszolút el tudom képzelni, hogy legyen. Lehet jobb lett volna a Dávid, mi ez a Hát... Hát, hát, igen, a, a, a szereplői felhozatot azt hiszem, már átnéztük, de átnézhetjük újra. Viszont visszakanyarodva a Napóleonhoz, én nagyon lelkes voltam az első tréler kapcsán, ez a második, ez gyerekek, ez Ez a, rock Aha. ez a rockstar vágás és zene és stílus, ez arra, összefoglalván, ez arra engedem következtetni, hogy ez egy felszínes alkotás lesz. Nagy látványjal, Rosszul animált, de nagy látványjal és relatíve kevés narratív mélységgel. Én ettől félek, remélem, hogy nem így lesz. Gyerekek, eszembe jutottak, hogy a Star Wars-t is ígértem a címben. Nem tudom, hogy miért ugrottam át fölötte, de térjünk egy röviden vissza erre a kijelentésre. Matthew Vaughn, akit én amúgy szeretek, szeretnél remékelni a, az eredeti Star Wars trilógiát? X-Men First Class Director Matthew Bourne. Aki nem tudja, hogy kiről beszélünk, annak előhúzom. Mondom, előhúzom. Mi van? Mi van az internetet? Hi, itt vagytok még? Hopp! Nem, lefagyott a Twitch is, akkor ez valószínűleg én nálam van. Mégiscsak probléma. Megnézem a Megnézem a. Igen, én nálam lesz probléma. Igen, de most már vissza, most már úgy, ahogy alakulunk. Ja, lehet, hogy modemeket kell váltanom. Lehet, hogy modemeket kell váltanom. Újabb, újabb, újabb költségek. Egyre jobban érzem egyébként, hogy valószínűleg simán lehet, hogy elköltöztetem a, a, a streamet egy, egy külön irodába. Már régóta gondolkozom, hogy bérelek egy irodát csak úgy munkára és streamelésre, ahol kényelmesebb, talán nagyobb tér van. Büdzsébe abszolút belefér, kifizetni ki tudom, indokolva megvan, lehetséges, hogy érdemes elköltözni, és akkor talán még az internet is stabilabb lenne. Hmm. Vagy már megint Windows frissítés, és az is simán lehet. Franc érti, hogy mi történik. Na, viszont amit tudunk, az az, hogy Matthew Vaughn, menő rendező. Kingsman-t ő csinálta, igen. Meg az közelgő argályot, ami engem érdekel. Egy nagyon fura filmnek hat. Igen, az internetem akadozik, srácok, sajnálom. Igen, és nagyon le van maradva a stream is, úgyhogy valószínűleg azért. Jó, valami, valami nem működik, de ti itt vagytok, ez a lényeg igazából. Mi is adunk szerintem szívesen, ugyan már, nem, 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 srácok, nem, nem, nem. A ti azért vagytok felelősek, fel van iratkozva 180-200 ember, ki tudom fizetni a vibe-ot, és nekem ennyi elég. Én nem akarok Twitch-sel pénzt keresni, az nektek van. Közös szórakozás időtöltés céljából. Szóba nem jön, hogy, hogy titeket uh, uh, ilyen, ilyen a malasz egy gyűjtöttünk, abból vettük lámpákat, meg ilyesmi, szebbé jobbá tesszük a streamet, de nem. Ilyen extra költségek azok, azok, ezek túl nagyok ahhoz, hogy ne én fizessem, és örömmel fizetem. Ti készítsétek fel magatokat, mert karácsonykor szeretnék jótékonykodni. A születésnapi stream alkalmával összevonjuk a kettőt valószínűleg. Lesz egy 8 órás stream, és gyűjtünk pénzt megint a rászorulóknak. Cérnagyár biztos szeretete vár? Cérnagyárosokat én nagyon szeretem. Ők telve vannak szerintem. Meg nem vagyok benne biztos. Na mindegy. Szóval, hogy én, én a srácokat imádom és szívesen do dolgoznék velük egy légtérben. És ezt a mondatot így befejezem. Ez a helyzet. De ők telve vannak. Meg amúgy is szerintem ők egy tök jó csapat úgy, ahogy vannak. 8 órás LEGO stream lesz? Abszolút, persze. <laughs> Na! El sem hiszem, hogy közben rendbe jött a, izé. A csinált a, a uh, X-Men First Class, Kingsman, -t, Rocketman, -t, kedve, egyik kedvenc filmem valaha a Rocketman, fantasztikus volt. Eddie the Eagle, fantasztikus volt. Fantasztikus négyes, nem volt fantasztikus, de abban csak producer volt. Uh, bocsánat, a rendezői széket kell néznünk, és nem a producerálást. Uh, Úgyhogy a következő négy percben még átbeszéljük, ameddig az betölt, nem tudom, hogy mi van. A lényeg az, hogy a stream az megy. Azon úgy szerintem motiváló is. Aha. Hangszigete is javasolt, Igen, igen, igen. És, és ő hozta létre Nicolas Cage batman a kikezben. Bizony, bizony, nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Azt mondja, hogy... Kingsman, Nike, uh, X-Men First Class, Kikel, Stardust és Léa Kék ezeket csinálta rendezőként. Én nagyon kedvelem az ő munkásságát, és alapvetően a stílusát nagyon bírom, még a produceri oldalról is. Na most, uh, ő szeretné, gondolom, mint producer, újra csinálni a Star Wars-t, mert abból valószínűleg végtelen mennyiségű pénzt szerezne. The filmmaker would be interested in rebooting the original Star Wars film, tehát az eredeti Star Wars trilógiát szeretné, nyilvánvalóan új színészekkel. Ez, én, én, szerintem ez egy állás interjú, állásra jelentkezés, amit ő csinál itt most. De a kérdés miatt érdekes ez a cikk, amúgy nem mond el semmit, mert ő csak ennyit megemlítette az öreg, Matthew, hogy benne lenne. A kérdésünk az, hogy erre készen állunk el. Erre készen állunk el. Hogy cseszük a Star Wars még jobban? Janikám, sanszos, hogy igen. Sanszos, hogy igen. Következő helyzet ugyanis. A konvencionális értékek, de legyünk őszinték magunkkal, mert eddig ugye több alkalommal mondták, hogy szükségünk van erre rá, és akkor én nagy pöffetek módjára levezettem nektek, hogy mi, úgyhogy vezessük le újra. A Star Wars megéret e a megújításra? Nem. Miért? Mert most próbálták megújítani pár éve, ugye a Star Wars trilógiában. Az új, új trilógiával. Tehát nem. indokolt -e? Igen. Az eredeti Star Wars a 70-es évekből származik, bazd meg. abszolút nem állja meg a helyét, még a vizuális javításokkal sem, amit a Lucas valamiért valami megpróbált implementálni, szarul néz ki. Tehát ez egy látszik rajta, hogyha most megnézitek, látszik rajta, hogy régen forgatott film. És lehetne jobban leforgatni az Ezmény trilógiát? Abszolút. Dialógusok eléggé gyengék az uh, eredeti trilógiában. A színészi játékterén is abszolút lehetne többet hozni, egyébként főleg a Luktól. Tehát, hogy a, 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 én nagyon-nagyon szeretem a Mark hamill de ő sose volt egy tehetséges színész. Uh, Voice-ektőlnek sokkal jobb. Szóval, hogy van helye, van, meg tudom indokolni, hogy miért kéne rimékelni. 70-es éveket, 60 évek később az meg lehetne rimékelni. Viszont nem indokolt, mert nemrég jött ki új Star Wars trilógia, és nagyot bukott, nem nagyot, kicsit bukott. Az idősek körében bukott, a fiatalok imádták, de ez senkit nem érdekel. Úgy néz ki. És ami még fontosabb, még fontosabb, és ez a leg, leglényegesebb ér szerintem. Azért nem érdemes rebootolni a Skywalker trilógiát, mert akkor megint a Skywalkerekkel fogunk foglalkozni. Ami a legnagyobb, a legnagyobb. Ö, hogy mondják ezt? Magyarul. Szóval hogy a legnagyobb. Hát nem tudom, hogy van ez magyarul. Le a legkínosabb leg 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 dolog, amit képtelenek vagyunk levakarni a Star Warsról nem is visszalépés, de tudjátok, ez így csüng rajta, így, 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 lóg így a franchise-on, hogy vajon ez, 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 vagy ez hogyan kapcsolódik az Anakinhoz, most már engem nem érdekel, és szerintem sok embert hagy hidegen ez a gondolat. Úgyhogy megint csak a, az alapkoncepció, hogy egy 60 éves filmet ö, újra, tehát remékeljünk, annak abszolút megvan a helye. Viszont a franchise maga nem teremtette még meg neki rá a helyet, nem úgy, mint mondjuk a Nightmare Before Christmas esetében. Tehát nem teremtett neki megfelelő helyet, és megint csak nem lenne egy előrelépés, jól mondjátok, nem lenne egy előrelépés franchise ja. a franchise-nak. A szárvoznak nem a megújítás kell, hanem a kibővítés szerintem. Ez e, utolsó cselkész egy kétségtelen igazság. Van egy ötleten, mi lenne, ha megpróbálnánk jó filmeket csinálni a Star Wars-on belül? Lord of the Gnomes, ez nagyon sok szempontból azért nehéz, mert a Star wars al jár egy nagyon durva lore kötelezettség, és egy nagyon durva átok olyan szempontból, hogy az egy jelentős mennyiségű háttérmunkát igényel, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon értékes franchise-ról van szó. Így a rendezőknek általában megkötik a kezét. És ez tipikusan egy Disney hiba, ez abszolút egy Disney hiba, hogy úgy retteg a franchise-ainak a megújításától, hogy olyan, ö, olyan szigorú keretek közé szorítja a rendezőket, nem igazán tudnak kibontakozni. Erre nagy tisztelet és nagy kivétel az Andor, de az egy kicsit más, hogy nem működött, amit be kell látnom, pedig az kurva jó volt. Na. De a lény lényeg a következő. A Disney annyira megköti a rendezők kezét, hogy nem igazán az igazán tehetséges rendezők nem merik bevállalni a Star Wars-t. Mert nem tudnak benne kibontakozni. Úgyhogy ezért, ezért nehéz jó Star Wars csinálni. Nem kötötte meg eléggé a harmadik trilógiánál? De! A harmadik trilógia az a minta példája volt annak, a harmadik trilógia a példája volt annak, hogy a Disney annyira szerette volna rekreálni az első trilógiát. Ugye az első, tehát az új trilógiának az első része az egy az egyben a New Hope gyakorlatilag újra forgatva. Valami, ami koncepció szempontjából megint csak nem egy nagyon rossz ötlet, mert öreg, aki az eredeti trilógiát élőben nézte, az öreg! 60 éve volt! Öreg! <laughs> Tehát hogy azért üvöltem ezt, hogy értsétek meg, simán új karakterekkel, de ugyanazt a történetet simán el lehetett volna mesélni újra. Koncepciójában nincs gond vele, megvalósításában ezer gond volt vele. De az első, egyébként szerintem még az, e, az új trilógienek az első része az még semmi a másodikhoz képest. Na de. Szóval annyira megkötötte a kezét, hogy akkor jó, akkor most rekreáljuk a New Hope egy fiatalabb generációnak, aki baszik rá, hogy megnézze az eredeti filmeket, teljesen jogos, rendben. Ezek után viszont össze-vissza próbálta variálni a rendezőket, ugye odaváltattunk, aztán visszaváltattunk, de bele akarta szuszokolni az összes régi karaktert, rengeteg olyan problémás kötelező elemet határozott meg a Disney, ami miatt félresiklottak a filmek. Bor Borzasztó volt újra nézni szóró szóról ugyanazt szerintem. Moslék, igen, Borza nagyon fontos, és nem fogok ebbe újra belemenni, videómban elmondtam. Borzasztó volt újra nézni ugyanazt a 70-es évekbeli filmet neked, de nem neked csinálták, nem nekem csinálták, az új Star Wars trilógia az arra volt hivatott, hogy egy új generációt meggyőzzön róla, hogy a Star Wars menő, érdekes, és érdemes belemerülni a világába. Ez volt a célja. Tehát, én, mondom, én meg tudom érteni, tényleg meg tudom érteni az embereket, akiket idegesített, hogy ugyanazt nézték meg. De fontos elfogadni, hogy a Star Warsnak a legnagyobb kihívás az volt, hogy releváns tudjon maradni egy új generációba. Nem az, hogy minket boldoggá tegyen. Nem az, hogy minket, 30, 40, 50 éves rajongókat kielégítsen. Nem ez volt a célja, mert nem nekünk készült. És ezért nem a mi igényeinket emelt előre. Ez fájdalmas, de fontos. El kell fogadni az új generáció eljövetelét, el kell fogadni az új trendeket és új érdeklődési köröket, amiket az új emberek, akiket teremtettünk, tudnak magukének. Ez fontos. Viszont emellett a másik kritika az volt, ugye az előzmény trilógiával kapcsolatban, hogy kurva szar volt, rosszul volt összetéve, és ez már kortól függetlenül egy legitim dolog. Ki jóvá egy milliárd dolláros trilógia kezdés, anélkül, hogy legalább elképzelés van, hova fut ki a három? Ez egy nagyon jó kérdés. Így értem, hogy nem kötöttek meg eléggé. Értem. Relativist, ez nagyon jó. Nem kell tovább beszélnünk nagyon a Star wars de a következő elmondom neked, hogy mi történt. Senki nem tudja. Alapvetően, amennyire utána tudtam nézni a kritikáim készítése során, a következő dolog történt. JJ Abrams, és a másik rendező, akinek most nem tudom a nevét, hirtelen elfelejtettem, Les Jedi. A második filmnek a rendezője összevesztek azon, hogy mi, mi legyen ez a franchise, uh, trilógia. Ők képtelnek voltak együtt dolgozni. És erre szerintem a Disney nem számított. Ryan Johnson. Igen. Igen, Ryan Johnson. Szóval ő csinálta a, a második részt, és megint csak a második, a Last Jedi. Az lehetett volna valami. Én látom mögötte a tervet, ami nem sikerült, és nekem az a terv amúgy tetszett, ami nem sikerült ebben a filmben, de kétségtelenül nem sikerült, tehát ez igazából lényegtem. Szóval, valószínűleg, valószínűleg, de ezt nem biztosan tudni, amennyire én átláttam, annyira elindult egy irányba az első film, e szöges ellentételet a második film, és aztán megpróbálta visszahozni a harmadik film ami tehát itt történt valószínűleg, hogy a két rendező nem tudtak kibékülni a mellett, hogy merre menjen a trilógia, úgyhogy én, én ritkán vagyok ennyire giotin támogató, de én hajlamos vagyok, vagy hajlandó vagyok, készen állok arra, hogy elfogadjam azt, hogy a Ryan Johnson ezt elbaszta. A saját egójától vezérelve azt mondta, hogy én most megcsinálom a saját Star Warsomat, és olyan szinten szembe ment egy valószínűleg unalmas, de újraforgatott Star Wars trilógiával, hogy az hasznabeltetlenné tette. Megkockáztatom, srácok, megkockáztatom, és most mondok nagyot. Most mondok nagyot, amitől sikítani fog az a három Star Wars nyugó, aki még ezek után is néz engem. Most mondok nagyot. A, ha az új Star Wars trilógia réjjel az élen, végrehajtja azt, ami szerintem a Disneynek az eredeti terve volt, hogy egyszerűen csak újraforgatják kis változtatásokkal egy új generációnak az eredeti trilógiát, megkockáztatom, hogy sokkal jobb lett volna. Sokkal jobb. Dultunk volna, fultunk volna, mi 30-40-50 évesek, akik látták az eredeti, mondjuk, mindegy, szóval értitek, 20-30-40-50 évesek, akik az eredeti trilógiával nőttek föl. Dultunk volna, fultunk volna, hogy mi már ezt láttuk. De a, a, a harmadik film végén azt tudnánk mondani, hogy ez, ez, egy, ez egy remake trilógia lett, is annak elment. Én abszolút úgy gondolom, hogy a Disneynek ez volt a terve, és szerintem ez nem lett volna annyira rossz, mint ahogy most hangzik. Ebben biztos vagyok oldrajongóként, és ezt mondom, ugye? Képzeljétek el, és annyit változtatunk, hogy összemossuk az előzmény trilógiát a régi trilógiával. Tehát van egy Darth Vader karakterünk, vagy egy Luke karakterünk, de ők nem apa és fia, hanem ők egy párt alkotnak. Tehát behozzuk a hisztis és Anakin karaktert, akiből végül nem Darth Vader lesz, hanem egy társa Luke-nak. Egy hány szólója Luke-nak. Jól hangzik. Nem nagyon... Nem nagyon hangzik jól, de most átjárt a, a szent lélek, bazd meg. Most ebbe belegondolva, ez, ez nem, nem, nem katasztrofális. Nem lett volna nagyon izgalmas, de nem katasztrofális. Srácok, én szerintem ez volt a célja a Disneynek, és valószínűleg Ryan Johnson, meggyőztem magam. Valószínűleg Ryan Johnson azt mondta, hogy mindenki kapja be. Le, én simán el tudom képzelni, hogy ez volt. Na de érdekes gondolatmenet volt ez. Köszönöm, hogy felvetettétek. Dupla András, köszönöm szépen a 100 bites. Gerg, Gereg, elfejtettem kérdezni, látta a Clerks harmadik részét? Nem. Az tényleg, hogy kurva jó volt a leg... Az tény, hogy Kylo volt a legjobb karakter, és neked csak Pintyó. Ide figyelj, Pintyókám. Még egy dolgot hagyd tegyek ehhez hozzá. Ez annyira jó érzés, hogy ebben igazolt az univerzum. Én még külön videót is csináltam róla, még külön videót is csináltam róla nagyon régen, amiben azt mondtam, hogy Kylo Ren sok szempontból jobb, mint Darth Vader. Ez. Kylo Ren sokkal lazább, mint Darth Vader. Hét éve csináltam erről videót. Ezt ne nézzétek meg, ez az életem legrosszabb videója. Uh, Kylo is king. Erről csináltam, én nagyon-nagyon korán betippeltem, hogy a Kylo Ren lesz a csúcspontja ennek a szériának, és igazam lett az meg. Annyira örültem neki. És a, mert nem emlékeznek sokan, de az eleinte Kylo Ren mindenki köpte. Hisztizik, ez nem is olyan menő, mint a Darth Vader, vagy a maszkja, ez úgy nézett ki, hogy ez menő lesz, de nem, mert igazából annak ellenére, hogy én nem akarom, hogy újra a Star Wars-t, azért mindig ugyanazt akarom látni, és azért ez a maszkos fekete ruhás arc, ez legyen ugyanolyan, mint a Darth Vader, Mindenki rinyált, bazd meg, hogy a Kylo Ren milyen kurva gáz. Én biztos voltam benne, hogy ő lesz a legjobb része, és igen. Ugye? Ugye, Pintyó, ugye? A csúcspont egy szarkupacon? Igen. Tudod, mi van, Rófi? Rof a másik dolog, amit jól csinált az új trilógia, lelassították a harcot és ez szerintem nagyon jó tett, mert az előzmény trilógia fénykart harcai nagyon akrobatikusak, nagyon pörgősek, de egész végig úgy érzem magam, hogy senki soha nem fog meghalni. Senki nem erőlködik, senkinek nem nehéz, így pattognak össze, vissza, is, mint a gumimác, és így ezer csapás egymás után, Sose éreztem azt, hogy ez veszélyt jelent. Na az új trilógiában bazd meg a súlyosabban nehezebb csapások annyival izgalmasabb fénykart harcokat csináltak, Sokkal kevesebb koreográfiával persze, hogy nekem az, az abszolút hitelesebbnek és így jobbnak tűnt. Olyan érzésem van, mint a, a Star Wars ö, játékok játszása közben, hogy megfontolják a csapásaikat, érted? Na, de, pár dolgot jól csinált a trilógia, ö, kétségtelenül egy szarkupac lett a vége. Igen qui vs. Maul, igen, a qui vs. Small az nem azért jó, mert a, a, fénykart harc az jó. Az azért, mert nagyon érzelemdús, és nagyon fontos narratív pont. Nem, semmi mic drop nincs benne ebbe Spice. A koreográfia a... változatlanul pattognak egy kicsit, a zene nagyon jó izé, -e, mol vizuális megjelenése nagyon jó. A, a koreográfia túl gondolt, és így számomra súlytalan. Mike drop. Az új trilógia a legjobb jelenete akkor is az volt, amikor a fénysebességgel átment a hajó másikon. Géczana, ezért erre nagyon sok Star Wars rajongó harapni fog. Én imádtam. Én a Holdo manővert imádtam, mert én nagyon rég akartam ezt látni. Mól az egyik kar kar kedvenc karakterem a Clone Wars után. Clone Wars, Clone Wars is nagyon ö nagyon nagyon gondosan nyúlt hozzá a Star Wars világához. Rebelz, az is. De de a nagyon nagyon tehát srácok őszintének kell lennem, végérvényesen itt már nem kell többet beszélnünk az előzmény trilógiából, mert ö azt már muttok kifejtettem de én még emlékszem, hogy azok milyen szar filmek voltak, és ez nagyon nehéz, egy olyan világban ö, kommunikálni, ahol már megszépültek ezek a régi emlékek. Visszakanyarodva, az el mint trilógia az ö, nem volt jó, viszont nem kell remake ettől még az első trilógiát. Megyünk tovább! Tré újabb tréler. You know bocsát nem mondtam, ez a Salt Burn nevű filmnek a trélere Ebből belatung mar valamit, ugye? to yeah már belatung mar a Party tonight NFI me and you not fucking invited You all right? Yeah I've got a flat tire. Take my bike. Hey that was so kind, thank you. I'm sorry I don't know your name. I'm i Felix. Oliver. Oliver. Mm. Oliver, I love you. I love you. Yeah. I love you. Alright, cheers Ollie. My parents They've got problems. What kind of? What do you mean, problems? I don't think I'll ever go home again. Well, why don't you come home with me? Come to Saltburn. Mr. Quick. Wow. And here he is now. Oh, what beautiful eyes. Oh, how wonderful. Yeah, I told you he wasn't a minger. Oh, but darling, you're kind about everyone. You can't be trusted. I had them hang up an old school dinner jacket dressed for dinner here. Dressed for dinner? Yeah, it's like, yeah, it was like black tie. I think I like you even more than last year's one. <gasps> You're so, um. So what? Real. Can't have being easy for Venetia. With you being a mother. Why? Now is time to take things got to have them apple-bottom jeans. Boots with the fur. This place... You know, it's not for you. Lots of people get lost in Saltburn. Oh, that's just giving me goosebumps. Look, Pamela. Oh, no. I think you're... Moth. Wow. quiet harmless drawn to shiny things <laughs> what have you done i just thought that maybe i could help you're not leaving us you're not leaving us okay i don't think i'll ever go home again ez nem olyan lesz, mint a Get Out? Én úgy gondolom, hogy azt próbálja elhitetni velünk, hogy ez hasonlatos a Get Outhoz, de én biztos vagyok benne, hogy a végén kiderül, hogy Beri Keegan egy pszichopata. Én és ő igazából a legnagyobb gonosz az egész társaságban. Én nyilvánvalóan van egyfajta ilyen skinzes, fiatalok vagyunk, szexelünk, drogozunk megközelítése, ami mindig szórakoztató a fiatalság számára, az időség számára is. Én még mindig Wes Andersonra emlékeztet a stílusa. Ez egy, ez egy Wes Anderson uh, bondics, <laughs> BDSM verziója Wes Andersonnak. Én nekem alapvetően a vizuális világa tökre tetszik. A története most ezen a második traileren már egy kicsit jobban ki lehet fejtve, és szerintem ez sokat ártott neki. Uh, nagyon próbálja erőltetni azt, hogy ús, nem lehet tudni, hogy itt mi fog történni, és kicsoda, és micsoda. De valahogyan, valahogyan... Uh... Az az érzésem, hogy ez arra megy, hogy bizonyos szeltei TikTokon elterjedjenek. Értitek, miről beszélek? Tehát nagyon-nagyon agresszív hangulatot áraszt, de ne, egyelőre nem érzékelem mögötte a megint csak a történeti minőséget. Le, lehet, hogy ezzel én vagyok egyedül így. Barry Kilgan egy remek színész. Ö, Rosamund pike folyam, folyamatosan arcba akarom csapni. Nem? A tehát Lóta én nem bízok Rosamund pike -ban. Ki van még itt, akiről kell beszélni? Ját, ja, igen, természetesen itt van a, a, a fura srác a, az eufóriából, szóval értitek ezt? Tehát, hogy arra megy, hogy ezt, ezt a nagyon érzéki stílusát, bohém, már-már barokkos stílusát az arcunkba tolja, és túlságosan erőlteti ahhoz, hogy én elhiggyem, hogy van mögötte valami. Olyan kírosan érzem magam, mint hogy egy a 24 film lenne. Egyébként nagyon próbál... Ne, hát igen, próbál úgy, úgy feltűnni. Jacob! Jacob! Azaz. Igen. Bazzak újra töltve, ha, Ez érdekes. Hotel California. Nagyon jó hasonlat. E, nagyon jó hasonlat. Mondjuk maga a Hotel California is egy addikció történet. Ez abszolút úgy néz ki, hogy ez hiteles. Drogok, szex, fiatalság. Reméljük, hogy van mögött te valami szubstancia, mert ha nem, akkor a drogos szexelő fiatalságnak így is úgy is fog tetszeni, ami önmagában nem egy hiba. De egy kicsit úgy érzem, hogy... Többet gondolom, többet kommunikál magáról ez a film, mint ami lesz. Menjünk tovább, gyerekek! Valaki, köszönöm szépen mindenkinek, aki Discordon segíti a munkámat. Discordon kaptam ezt a linket. Hunger Games, új, most érkező Hunger Gamesről kaptunk egy -ettet. Ez változatlanul engem érdekel, mert ö, abszolút... A, a könyvet még nem olvastam el sajnos, pedig itt van. Megkaptam a kiadótól. De, de... Engem mindig is érdekelt ebből ez a világ, szórakoztatónak tartom a maga egyszerűségében, kétségtelen egyszerűségében, és azért abszolút megláttam a helyét, hogy még több történetet lássunk Panem világából. Viszont, ezt na, azt nem tudtam, de egy előzménykönyvet írt az eredeti író, és ezt filmesítik meg. How to see all your young faces on this I am Dr. Volumnia Gall, your humble head game maker in charge of the War Department and all its affiliated concerns. I am honored to introduce to you the creator of the Hunger Games themselves, Dean Casca Highbottom. I have summoned you all here today for the 10th annual reaping ceremony, in which we choose two children from each district. Throw into the capital Arena to fight to the death in the Hunger Games. I am here to tell you that there has been a change this year. One final assignment to prove your worth. It's a story that takes place 64 years before the first and. Ennyi! Behoznak pár új karakters, elmagyarázzák, hogy ez a kezdetektől fogva egy politikai eszköz volt és ez hogyan alakulhatott ki. Ez engem tökre érdeke! Tökre érdeke! <coughs> a... Nincsen, nincsen felirat, sajnos. Uh, viszont Viola Davis fantasztikus mindenben örökké. És plusz a snow a karaktere, Snow-nak a története és a snow a karaktere az. az. bőven megérdemelt többet. És ő egy nagyon jó főgonosz volt. Szerintem az eredeti, uh, eredeti uh, Hunger Games trilógiát azért. azért. The character of Snow is very, very Very, very ...shirt and your too tight shoes trying desperately to fit in. When I know the Snows don't have a pot to piss in. Snow is being groomed to become the man he becomes. As a mentor, your role is to turn these children into spectacles, not survivors. És megint csak vannak fenntartásaim, tehát, hogy Donald Sutherland nagyon szépen és nagyon ízlésesen játszotta a pszichopatát. Nagyon-nagyon részletekbe menően mutatta meg, hogy hogyan néz ki egy olyan emberi lélek, aki, aki egyszer, egyszer már nem is érzéketlen, hanem egyszerűen felfoghatatlan számára hogy empátiával éljen. Elképzelhetetlen számára, hogy más emberek érzelmével foglalkozzon. Egyszerűen az, 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 idegen nyelv számára, mint a kínai. Tehát nagyon jól mutatta be, hogy milyen messze van Snow egy normális emberi működéstől. És mégis ugye eljátszott, ez, ez volt a zseniális Donald Sutherland-nek a játékában, hogy felfette ma, ö, visekedésében viselkedésében, felvette egy általános embernek a, a gesztusait, de Teljesen egyértelmű volt a néző számára végig, hogy emögött nincs semmi, vagy ez egyszerűen egy, egy egy gyilkológép. Csodálatos volt. És ezért vannak fenntartásaim, mert hogyha most megismerjük és kiderül, hogy Snow is egy érző lélek és egy való figura, ha nem jól meséli el ez a film a megborulását snow akkor nagyon ideges leszek. Lucy Gray, the one who Snow becomes the mentor for and also falls in love with. There's a very naturalistic quality to uh, her. She's a charmer. Nah, She's Connie, nah, nah. musician. She's a performer. She's kind of the anti Katniss. She's part of the covey this kind of roving band of musicians snow's never met anybody like her that romance between them makes snow question everything he was raised to believe i think there's a natural goodness born into us all no really you can either cross that line into evil a másik fenntartásom az mellett, az az, hogy ez a, csaj, ez, ez bazd meg katasztrofálisan kurva színész. Nagyon csinos, nagyon szép, gyönyörű szeme és arcvonalai vannak, és mi faszom, nem jó színész. Or not. And it's our oh, bocsánat, kaptam egy csit. Beke! Szeva Greg, mostában nyakig vagyok a munkában tenni valóban, és már hiányoznak a streamek, de végre itt tudok lenni. De örülök, Beke, nagyon köszönöm a támogatást. Megy a malac perseibe. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Gyere, Beke! Beke, gyere! Nézzük együtt tovább Hófehérke és Hófiúka történetét. Most everybody that I work with is coming back. Trish Somerville is doing the costumes for this movie. I Willems, who shot Catching Fire the Mocking Jays. The one new person that I'm really excited about is Uli Hanish, who's the production designer. We talked okay. about the sort of look and the feel of the movie. Okay. The visuals of this movie will be very different than Mockingjay, but still hogy vizuálisan az nem ki annyira az eredeti trilógia, hogy See, in terms of the capital architecture, we get to sort of reinvent the world of Panem, to sort of deconstruct what the games are that we're sort of used to, and go back in time. It wasn't until I read it that I saw how much music was De utálom ezt a Már az, ahogy lép, de bocsánat, nem akarok szükségtelenül hételni. Nézzük meg még egyszer, hogy kisétál a mikrofonhoz. It wasn't until I read it that I saw how much music was actually in here until I read it that I saw how much music was actually in here and we met I saw how Beakadt az álla a, a, a jobb vállába, nézzétek. Olyan, mint mintha oda lenne szögelve, látjátok? Ez nem egy természetes fejmozgás. Senki nem úgy fordul, hogy... Mikrofon, itt van a mikrofon. Itt jön a csaj. Itt jön a csaj, figyeljetek, itt jön a csaj. És nem arról van szó, hogy... Tavaszi szél, hanem... É, látjátok? De annyira furcsa! Nézzétek! Nem van végig az állal a jobb vállánál! Miért? Na jó, ez már tényleg szükségtelen hételés. Hidd el, a filmben érthető lesz, hogy miért úgy mozog, ahogy... a, ah, Akkor ez könyvben meg van magyarázva! Oké. Okay. Game Critics! Köszönöm a Prime subscription Game Critics! Köszönöm szépen a Prime subscription és Murok Ragu is! Köszönöm a Prime Subscription-t! Mind a kettőtöket üdvözöllek a Bölcsész Klubban, illetve Tyler Dörr 15 hónapja velünk van. Nagyon köszönöm a támogatást, Tyler! Nagyon kedves vagy! Rengeteg az a 15 hónap! Nagyon örülök, hogy még mindig itt vagy! Let's get it! oké, okay, most már abba hagyom a hófejelke hételést. He's a fantastic songwriter and producer. It's going to be fun to take all this history of British Isles music and southern music and mash it all together in this dystopian way in this future. James Newton Howard. It's my fourth Hunger Games film with him. The musical opportunities. Az nagyon, anak nagyon jóak. The Hunger Games, it's a curvy the zeneje Great. Relationships are very powerful in the movie. The good and the bad are very clearly laid out for James and I it was really fun to explore a new sound for the Hunger Games. Sometimes it's foot stomping and rousing and sometimes it's haunting, mysterious. Oh, that all less as a tribe as the ogure as less. The movie itself. Ajok. This is azért nem teljesen egyértelmű, mert a a gyereki csak gyereki. Gyereki. Miért gondolok minden más nő sztárla, mint rá? A francia egyebek. Hogy hívják? Jennifer Lawrence! Jennifer Lawrence, nem, nem, nem este van, este van, kiki nyugalomba. Szóval, hogy a Jennifer Lawrence se volt egyértelműen egy jó színész, amikor elvállalt ezt a trilógiát. Ő is nagyon fiatal volt, ne felejtsük el. Még ilyen pufi volt az arca, mert még nem nőtt föl. És, 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 ja, és ő róla kiderült, hogy nagyon tehetséges színész. Ez ez, 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 egy, ez egy karrier indítható, indító lehet ennek a hófehérkének. Elements. Scarlett Johansson, Kristen Stewart, Kier Knightley, nem tudom, k is nevek mentek végig a fejemben. Well. Hanging Tree is back in a completely different iteration and treatment. Here we get to see Lucy Gray coming up with it for the first time. No, I'm curious about this. Are you? Are you? Oh, because you look like Cat, that's why I was looking for the Thank you. Keezy. Now, let's hear how she sings, I'm curious about Are you coming to the tree where I told you to run? Yeah. So we'd both be free <laughs> Shock. Shock. Did happen here. So stranger would it be if we god, Young Adult is back! It's back, baby! Ott van a háttérben az izmos, és ide jön, és fehér a pólója, és oh, jaj, ide akarom megsimogatni a melkasát. Yes! Yes! Új Twilight korszakot! Ezeket annyira könnyű kritizálni! Jaj! Na, ide figyeljetek, a dallal kapcsolatban annyit tudok még mondani hogy egyébként nem rossz, ahogy énekel, de nagyon sokat víz bele. Nem értek annyira a zenekritikához, hogy ezt pontosan megfogalmazzam, de értitek? Tehát nem az, szépen elénekel, neki, hogy tava, szél, vízet, ár, az, de ő így tava, szél, Vizet vízet, áraszt". ú, de hamis volt, vízet, ha az az, ott van, Vizet, ha rászt! Majdnem elkaptam. Hajlít, változtat, folyamatosan különböző retorikai vagy ilyen éleklési eszközöket használ, hogy megcsavarja az eredeti dalt. Ez megérthető, mert magáévá akarja tenni, de nagyon sok trükk van benne, értitek. Eddig jó? Told you to run. Miért? Miért? Kérlek, Gergő, ne énekelj, próbálj megállítani. Ez a könyv miatt van? Minden, minden, kezdem, azt, kezdem azt sejteni, hogy, hogy, túl sok mindet gondolunk a könyvnek. So we'd both be free. <laughs> Strange things did happen here. A stranger would it be if we met up at midnight? Okay. Nem tudom, hogy november 17-én érkezik, ö, addigra én pont itt hol leszek már, nem Tunéziában, azt hiszem mi, de Tunéziában leszek, pont, talán pont Tunéziában leszek, mindjárt el kell döntenem, hogy mikor megyek Tunéziába. Lehetséges, hogy megkérem a forgalmazót, hogy ha nézzem meg előbb, és akkor kaptok a kritikát, mert ezzel akarok foglalkozni. Ez azért egy. Egy, egy, egy hollywoodi hőskornak a visszaidézése, olyan szempontból, hogy a, egy időben a young adult filmek tényleg uralták hollywoodot, egyszerűen egymás után jöttek, és azok voltak a legnagyobb sikerek, aztán jött a film, hála Istennek, hála Istennek! Sokan, akik kritizálják, hogy jaj, mennyi képregényfilm van, elfelejtik, hogy, hogy hollywood végig ezt kereste, előtte is, és utána is azt fogja keresni, hogy mi az a műfajfilm, amiből 40-et legyárthat, maga biztosan, és biztonság Uh, úgyhogy, ja, ezeket nem tudjuk megúszni, de amikor volt ez a nagy, hihetetlen mennyiségű Maze Runner, és falmászó, és éhező viadal, és Twilight, és stb. abból a korszakból származik, szám ugye ez a franchise is, és magas magasan a legjobb minőségű volt. Úgyhogy én szeretném, szeretném, uh, szeretnék szeretném foglalkozni vele. Uh, Twilight remake lesz, én biztos vagyok benne, hogy igen biztos, hogy sorozat lesz valamit, valamit valamiről beszéltek, hogy lesz sorozat, de, de nem tudom, hopp, nem tudom, hogy azzal előre haladtak-e. Ugye most az írósztrájk miatt gyerekek, nagyon sok, nagyon sok probléma volt. Nagyon sok probléma volt. Úgyhogy ki tudja, hogy mi jön. Viszont egy dolog biztos, hogy eljön. Ez pedig a mainstreamnek streamnek a vége. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon köszönöm a támogatást. Nagyon jó volt ennyi, ennyi emberrel dumálni. Jövő héten lesznek még streamek, de gyerekek, készültek fel rá, hogy megint feltépik az állkapcsomat, sajnos. Most jön, kapom vissza a fogaimat, úgyhogy aki nem tudja, operálták a fejemet, és ezért ki kellett venni pár fogat, amit most vissza fognak tenni. Úgyhogy alapvetőleg lehetséges, hogy így úgy meg, megint kicsit zsonglőködni kell a streamekkel, de az biztos, hogy jövő héten is leszünk új programokkal, új témákkal, ugyanazokkal, <laughs> ez a film hírekkel valószínűleg. Srácok, rédelünk egy jót, hogy valaki -e tovább továbbadjuk a szeretetet, nézzük meg, hogy hova megyünk. Én minden esetre búcsúzom tőletek. Megyünk a bánáékhoz, akik pókembereznek! Holy crap! Azonnal megyünk pókemberezni. Szevasztok! Én búcsúzom. csókolak titeket!